Azzal, hogy 1922. január 3-án történt, hogy megszületett az a méltán népszerű Kossuth-díjas írónő, aki többek között azt is írta, hogy kikopog, kikopog, harkály vagyok, kopogok, nem is tudom mióta, vár rám ez a diófa. Ez sokkal jobb úgy mondani egyébként, hogy az ember kicsit gyermekien a ritmust keresi benne. Nem ezt a művét vettétek elő, de jó, hogy jöttetek, hanem az Aranyecsetet, 1962-ben jelent meg Nemes Nagy Ágnes talán főműve. És az Zicsi színműhely most fölteszi a színpadra. Igen. Jó először. Jó reggelt. Ősbemutató lesz. Valahogy az Zicsi Gabi ezt szereti nagyon, az ősbemutatókat. Tavaly volt a Gordius, Egressy Zoli írt egy nagyon jó karanténkomédiát, és azt is mi tudtuk bemutatni. Zicsi Gabriela felkért engem, és én nagyon-nagyon örültem neki. Ez pedig egy zen és mesejáték gyakorlatilag. Bábjáték már született, mondd csak. Nem, mondja csak. Bábjáték már született belőle, az már volt, de ez egy élő szereplős előadás. Te, mint az ország egyik leghíresebb rendezője, örömmel fogadtad a felkérést, kicsit vakartad a homlokodat, Aranyecset, mit csináljak belőle? Az nagyon érdekes, hogy minden remek művel, hogyha találkozunk, akkor rácsodálkozunk, hogy milyen jelentős szerző az, aki ezt írta. És tulajdonképpen nekünk, akik ebben részt vehetünk, és akik ezt színpadra álmodhatjuk, egy ugyanolyan nagy felfedezés volt Nemes Nagy Ágnes, bármilyen sokszor és bármilyen konstellációban is találkoztunk ővel az életben. Egy nagyon, nagyon izgalmas próbaidőszak van mögöttünk, egy ennél megfeszítettebb tempó vár még ránk, hiszen most jön be a zene, a technika, az egyebek. De tényleg egy nagyon inspirálós, nagyon, nagyon klassz próbaidőszak, lehetünk a részesei, és ugye ez egy nagyon nagy ívű történet. Rengeteg szereplővel, és ebben... László G. Attila, Illés Dani és Jó Magam, tehát nagyon-nagyon sok. Fekete Linda, igen. Rendező Liner András. És egyébként az érdekes, amit itt a Lindus mond, hogy ugye három színész van, és ez azt gondolom, hogy nem egy költségvetési kényszer, hogy csak három színész, miközben tényleg egy hatalmas ívű produkcióról van szó, hanem van egy fiatal kolléga, Illés Dani, aki a főhős Száderit játsza, és a Linda és Attila, akik ezer karaktert. Igen. És a Szita Miki, aki ugye a Talamba zenekar alapító frontember, egy csoda zenét írt hozzá. Nem csak az előadásmód, meg a történet fantasztikus, hanem a zene is azért egy külön világban. És azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat segít a zene, azon túl, hogy tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó zenét írtam. Alá festő zene az Aranyecsetnek. A Miki, hanem dacárnak egy ilyen nagy meló. Én szerintem egy ilyen műhely munka van. Tehát, hogy ott ül a Szita Miki, alakul a zene is nagyon sokat, hiába ugye készül, ugye, előre. És sok változtatás és a próbák alatt, ahogy alakul a jelenet. Igen. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor minden egyes előadáson, mert hogy több lesz belőle, alapvetően egy utazó társulatról van szó, viszitek is majd mindenhová, bár a hat színben fogjátok bemutatni, hogy akkor nem végleges a zene, hanem előadásról előadásra változó. Nem úgy értjük, hanem most születik meg. Ja. Hát maga az egész... egész kép az most van születendőbe, és a Miki figyel minket, tehát ott van minden egyes próbán, és akkor van olyan, hogy így akkor találjuk, hogy új, ide de jó lenne, vagy nem is találjuk, hanem egyszer csak megszólal a zene, és mondjuk, ez most pont jó, mert akkor ez pont aláfesti, pont rá tudunk lépni, tehát hogy nagyon-nagyon együtt működünk, szóval de kész akkor lesz. Akkor az a bizonyos Aranyecset, és igen. Akkor rakjátok össze ezt az egészet. Azért is nagyon érdekes, mert ugye itt egy azon túl, hogy egy gyönyörű példázat, az Aranyecset, egy örökérvényű példázat a hatalom és a művész kapcsolatáról, ugye egy gyönyörű verses anyag. Igen. És ami, bocsáss meg, csak el fogom felejteni, olyan szép szavak vannak benne. Tényleg az Erával szoktunk erről beszélni, ő a mindenesünk, tehát kellékes sugó asszisztens, és hogy pilinkélt. Sűrűdött. Tehát olyan szép szavak, és az ember izgul, hogy úristen, elfelejtem a szöveget, nyilván nem felejtjük el. Rímbe kell gondolkodni, mert az egy dolog, hogy tehát ez nem úgy működik, mint a más előadásban, hogy mit tudom, én egy szinonimát mondok, mondhat szinonimát, de akkor utána talál ki a rím párját is, tehát különben nagyon lebukós a dolog, viszont nagyon könnyű megtanulni, mert olyan festői képekben gondolkodott Nemes Nagy Ágnes, hogy gyakorlatilag látod a fejedben a kis filmet, vagy besefilmet,
bábát vagy bábjátékot, tehát minden ott van előtted, mert annyira képleíró az egész. Költő is volt, és esszéista is volt, és mint hogy az imént elmondtam ezt a kis rigmust, ezt a kis versikét, nem is tudom mióta, vár rám ez a diófa. A gyerekek ezt így mondanák, de hogyha mi felnőttek, színészek fölállnak a színpadra, a rendező kéri, nem is tudom mióta vár rám ez a diófa, így mondanák, amikor gyerkőcöknek szóló darabot játszotok, akkor más a nyelvezet, másképp kell hangsúlyozni, másképp mondja az ember? Szerintem nem. Nem szabad a gyerekeket hülyének nézni, az biztos. Tehát, hogy, mert hogyha így nagyon ráülünk a ritmusra, akkor érezhetik azt, hogy nem veszük őket elég komolyan. Szerintem annyi a lényeg, hogy láttatni kell. Tehát amiket elmondunk, hogy nála is megjelenjen az a kép. Tehát, hogy ő benne is elinduljon a mese. Én ezt gondolom. Azt hiszem én is, és még egy mondat erejéig, ha megengeditek itt visszatérni a Szita Miki szerepére, hogy azt hiszem a zene azért nagyon, nagyon tehetségesen és nagyon intelligensen születik, mert nagyon érzékenyen kezeli és nagyon finoman érzi, hogy egy gyönyörű költői szöveggel van dolga, és hol tud, hol akar és hol van létjogosultsága, hogy jelen legyen, kivéve hogy azok a részek, amik meg vannak zenésítve. Hogy még egy mondatot megengedsz, hogy azt hiszem, hogy ez a mű valóban, ahogy mondod, egy mese gyermekeknek. És ennek az, mint mese, mint műfaj összes, hát műfaj kritériumának megfelel ez az anyag. De a Nemes Nagy Ágnes volt annyira rafinált, hogy egy olyan időszakban írta meg ezt a példázatot, amikor azok az alapvetések, azok a társadalmi, emberi kérdések, amiket ő azért nagyon, nagyon erősen megfogalmaz ebben a műben, lehet, hogy máshogy ezeket megírhatta volna, de nem publikálhatta volna. Korkritika van benne, elrejtve egyébként a sorok között. 14-én lesz a bemutató, tehát ős bemutató, Zicsi színműhely, Léner András rendezésében, Fekete Linda is szerepel benne, meg egy csomó minden másban is, hogy legközelebb beszélünk sorozatokról. Én csak annyit szerettem volna még hozzáfűzni ehhez, hogy én azért gondoltam, hogy ennek lekopogom lehet sikere, mert Ecset volt a jelem az Oviban. Ezt nagyon fontosnak tartottam elmondani, és azt gondoltam, hogy ez soha nem lesz majd fontos szempont, és most lám, megtörtént. Viszont tőled meg akartam kérdezni, te balkezes vagy? Igen. Jó. Tudod, hol buktál le? Ura. Nem, hanem így mondtad, hogy 2021 naptárban figyelek. Jó. Köszönöm szépen. Én erre gondoltam, hogy miközben majd játsszuk ezt az előadást, nagyon fogom figyelni a gyerekek reakcióját, hogy mikor lehet őket bevonni, és mikor inkább nézőként hagyom őket a színen. Tehát, hogy szerintem jó megfigyelő. Szóval 14-én tehát bemutató a hat színben, az Zicsi színműhely jó voltából, Nemes Nagy Ágnes, az Aranyecset, Szádeli Karangyai, tehát fölkerülnek a színpadra. 22-e magasságában találkozunk, addig te kiugrasz majd Svájcba valahová, bizonyos okokból kifolyólag, 22-e magasságában megbeszéljük, köszönjük szépen. Nagyon szépen, nagyon boldog új évet mindenkinek. Boldog új évet előre is. Olyan